Az idei szezon nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. Az elmúlt ősszel már Németországban készült a 226 cm-es egyéni csúccsal rendelkező magasugró, akit 2018-ban sérülések is hátráltattak. Igaz, a 25 éves atléta így is megszerezte 7. fedett pályás és 6. szabadtéri bajnoki címét, viszont csak 220 cm-ig jutott. Péter hétfőtől ismét Stuttgartba tette át a székhelyét. Ez az apa-fia versenyző-edző kapcsolat, ez nem igazán úgymond egészséges hosszú távon. Mi eljutottunk odáig Petivel, hogy azt hiszem, hogy a maximumot kihoztuk ebből a dologból. Most van ott a helyzet, hogy változtatni kell, és már tavaly a Tamással dolgozott, és az nagyon eredményesnek tűnt. Tamás elvállalta most is, hogy a felkészítését. Én természetesen, ha itthon lét alatt besegítek, amiben csak lehet, de a felkészülés irányítását az Tamás végzi. Azt gondolom, hogy az eredményei, amit a tanítvány az idei Európa-bajnokságon ugye elértek, egy ezüst meg egy bronzérmet szerztek a tanítványai, azt gondolom, hogy jól kezekbe fog kerülni, és a sérülés nem fogja zavarni, azt gondolom, hogy jó idényt fog zárni, vagy jó idényt fog igen zárni. Hát természetesen a cél, egyelőre a tél, a fedett pályás Európa-bajnokság, ugye már két EB-n részt vett. Én remélem, hogy ha felkészülése jól sikerül, akkor az idei fedett pályás Európa-bajnokságon eredményesen fog szerepelni. Az elmondása szerint nagyon motivált magasugró bízik abban, hogy a németországi edzőpartnerek segítségével lerakja a következő év sikereinek alapjait. Igazából ami különbség van itthon és a kinti felkészülésem között, az az edzőtársa. Kint nagyon sok olyan edzőtársam van, aki ő velem egy szintű vagy jobb is, egyszerűen olyan versenyhangulatot tudunk minden edzésen kialakítani, ami itthon nekem hiányzik. Felkészülésben ugye ott is igazából minden egy helyen van, mint itthon, csak az edzőtársak a különbség. Péter számára 2019 két főversenye, a glasgowi fedettpályás Európa-bajnokság, valamint a katari világbajnokság, amelyet ezúttal nem nyáron, hanem októberben rendeztek meg Dohában.